Budapest elé fölött. Alakítani valakinek az életét, a személyiségét. És egyáltalán hogyan történik ez? Nagyszerű kérdés, én szeretnék nek válaszolni egy saját magamnak az élményéről. Mielőtt eladtam volna Magyarországot, én jártam ejtőernyő tanfolyamokra Budapesten. És körülbelül akkor, nem tudom a helyzet most, hogy áll, akkor körülbelül... Ejtőernyő szinten? Kérem? Ejtőernyő szinten. Ejtőernyő, nyilván ejtőernyővel akartam kivonni egy repülőgéből, és körülbelül másfél és két évbe tellett, amíg valaki egy ejtőernyőből kiugorhatott. Na most Kaliforniában ugyancsak elmentem ejtőernyőzni, és ugyanezt az ugrás ugyanolyan sikeresen végighajthatja bárki 4 óra alatt. Tehát ugyanazt az eredményt el lehet érni 4 óra alatt, most az ejtőernyőzésről beszélek, mint amit másfél-két éves tréning alatt. Kérem szépen, a 10 parancsolat. Hát az Atya Úristen legelső, nem az 5., nem a 8., a legelső parancsolat az, hogy szeresd fel a barátodat jobban, mint önmagadat. Óriási, éve szerintem ez valószínűleg az egyik leghatékonyabb pont az egész 10 parancsolatban. Mindenkiben megvan a képesség arra, hogy sikeres, kiegyensúlyozott, boldog életet éljen. Hogy ezt lehet erről olvasni, és el lehet végezni egy tréninget, a kettő úgy azonul egymáshoz, mint mondjuk olvasni az étlapot, és elfogyasztani az ételt. Az étlap az egy nagyon praktikus és hasznos dolog. Én még nem láttam soha senkit se jól lakni azzal, hogy az étlapot elolvasta. A tréning az nem fogalmi szinten történik, hanem